Sziasztok, ez itt a hétközi forduló, az NB1.hu labdarúgást kibeszélő műsora. Mai adásunkban fókuszban az utánpótlás, és ahogyan azt megszokhattátok, ma is négy vendég látogatott el a stúdiónkba. Itt köszönhetem Gyömbér Gábort, az FTC játékos megfigyelőjét, Vancsa Miklóst, az MTK Budapest vezető játékos megfigyelőjét, Pinezics Mátét, prólicenszes labdarúgóedzőt, és Boyer Gábort, szintén prólicenszes labdarúgóedzőt. Sziasztok, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Hát ahogyan ezt említettem, fókuszban az utánpótlás, ezzel is foglalkozunk ma, és múlt héten teljessé vált az idei Európa-bajnokság mezőnye. Ennek apropóján az angol goal.com összeállította az erősorrendjét. A listán a magyar válogatott az előkelő 8. helyet foglalja el. Érdekesség, hogy a mieink két csoport ellenfelet is megelőznek. Skócia a 20., míg Svájc a 16. pozícióba került a listán. A házigazda Németországgal szintén találkoznak Marco Rossi tanítványai. A németeket az 5. legerősebb együttesnek tartják a cikk írói. A képzeletbeli dobogó legmagasabb fokára Franciaország került, a gallok mögött a portugálok a 2., a belgák pedig a 3. helyre futottak be. Mit gondoltak erről a listáról? Miklós? Előkelő. Előkelő ez a 8. hely. Hát ha ez alapján lesz a csoport végeredménye, akkor szerintem azt itt most így mindannyian aláírnánk, úgyhogy nagyon ehhez nincs mit hozzáfűzni. Köszönjük. Igen, a 8. hely az talán azt is jelentheti, hogy most már ott vagyunk a térképen. Hát mindenképpen igen. Annál azért többet is szerintem. Ugye nyilván ez a 14 meccs, ami veretlenül a hátam mögött van a válogatottnak, ez is azért nagyot nyomott alatba. Én azt gondolom, hogy ha végén is mondjuk ez a sorrend alakulna ki, és nem csak a csoportban, hanem az egész elvén, hogy 8-ok vagyunk, a képzeletben nyolcadik. Most aláírnád? Hát szerintem az egy nagyon szép eredmény, bár nyilván azért a játékosok, a stáb és az ország is már nagyobbat álmodni, de biztos vagyok benne, hogy azért az elmúlt évtizedekhez képest most van az a futball hangulat, amit már régóta várt minden futballba dolgozó szakember, ember, játékos és minden sportszerető magyar ember, úgyhogy nagyon várja már mindenki ezt a nyári kontinens viadalt, és abban is biztos vagyok, hogy azért az ellenfelek is most már még jobban fognak ránk készülni. És nyilván itt a csoportot figyelve az is elmondható, hogy tényleg odaértünk most már, hogy esélyesként vagyunk akár a csoport elsőségre is. Én is azt gondolom, hogy ez Marco Rossi és a válogatott egyfajta elismerése. Az lenne a legjobb, hogy mondjuk az első 10 mondjuk 2 pluszponttal nyitna a csoportba, és akkor lenne is úgy nagyobb jelentősége ennek a listának. Abban biztos vagyok, a nyáron, amikor majd a kezdő sípszó lesz akár a skótok ellen, vagy akár a Svájc ellen, ez lesz a legkisebb mérvadó az eredmény szempontjából, hogy most mi 8-ok vagyunk. De még egyszer mondom, a magyar válogatott elmúlt években nyújtott teljesítménye és eredménye az, hogy ilyen előkelő rangsorban vagyunk. Én most azt gondolom, hogy jó magyar szurkolónak lenni, mert egy nagyon jó csapatot láthatunk. Tehát ez szerint most már nem meglepetés csapat vagyunk, hanem mondjuk papírforma is a továbbjutás, mint gondolsz, Máté? Hát én szerintem azért ezzel vigyázni kell, és ezért ez nagyon-nagyon kettős. Az, hogy minket 8. helyre rangsorol egy ilyen terjedelmű és minőségű honlap, szerintem az nagyon-nagyon fontos, és ezért megdolgozott a válogatott. Uh-huh. A másik része viszont ennek, hogy ha mi innentől kezdve beleülünk abba a csónakba, hogy nekünk tovább kell jutni, és mi vagyunk az Európa-bajnokságon a 8. legjobb csapat, szerintem egy olyan terhet is akarva akaratlanul rá lehet tenni a válogatottra, amit egy az, hogy nem szabad, másik pedig az, hogy nem lenne korrekt. Az, hogy mi rólunk így beszélnek, azért a csapat megdolgozott. Azt gondolom, hogy akár a pályán, akár a pályán kívül, ha valaki megnézi a mérkőzéseinket, akkor azért egy egész egyértelmű játékképet és játékfelfogást lát az összes mérkőzésünkön. Azért lehet látni, hogy mit szeretnénk focizni, lehet látni, hogy szeretnénk azt focizni. Én azt gondolom, hogy a modern, mostanában homos játékfelfogásnak és stílusnak minden szegmensében megfelel a magyar labdarúgó válogatott. Viszont én azt gondolom, hogy ezt ki kell élvezni, hogy mi egy ilyen jó szériában vagyunk. Megdolgoztak érte a srácok, megdolgozott érte a stáb,
de én azért óvatosabb lennék azzal, hogy nekünk akkor most az első nyolcba kell végezni, mert pont, hogy annak a bravúrnak a lehetősége veszik el, ami egy 20-30%-ot adhat majd a csapatnak, akár az Európa-bajnokságon is. Mit gondoltok, mennyire reális ez a nyolcadik hely, vagy mennyire lehet majd realitás a továbbjutás akár? Szerintem ez csak arra jó, hogy foglalkoznak velünk, elismerik az elmúlt időszak eredményeit. Én abszolút Mátéval értek egyet, felesleges teher ezt vinni magunkkal, cipelni magunkkal. Szerintem pont ez a jó, és pont a nagyon jó válogatottak ellen, úgymond az esélytelenség nyugalmával értünk el jó eredményeket. Nem szabad terhet tenni erre a válogatottra, ez így jó, ahogy van. Skócia 20., Svájc a 16., ugye két csoport ellenfelet is megelőz a magyar válogatott, ezt hogy látjátok? Nagyjából oda soroljátok őket ti is ezekre a helyekre? Én azt gondolom, hogy igen, egyébként most azért az elmúlt éveket figyelembe véve, illetve a mostani időszakot is látva, szerintem egyébként van realitása abszolút ennek a listának. Nyilván nagyon sok szempont ilyenkor figyelembe kerül, és sok szempontot kell nézni egy ilyen kutatásnál, de egyébként én azt érzem, hogy ez a válogatott azért bírja most már a teret, mert azért most is volt nyomás, azért a sajtó, média elég gyorsan rá rakta a válogatottra, ugye akár a veretlenségi sorozatnak a növelését, illetve annak a terhét. És azt látszódik, hogy ez a csapat... Ezt mit gondoltok, teher vagy inkább motiváló? Én azt gondolom, hogy ez a csapat most megérett arra, hogy nekik motiváló, és tényleg olyan önbizalommal játszanak, ami azért még lehet, hogy most így furcsaság egy magyar csapatot figyelve, de tényleg öröm volt nézni, ahogy erre reagáltak, még akkor is, hogyha esetleg a teljesítmény nem olyan volt, azt is úgy profin tudták megoldani, akár a pályán, akár a félidőben, hogy változzon a játékképe, és ne legyen egy görcsösség, hanem inkább jöjjön ki belőle egy jobb játék. Még annyit talán, hogyha lenne egy lista, hogy a szurkolók, a hangulat szerint hova sorolandó a magyar válogatott, vagy a magyar szurkolótából, akkor biztos, hogy a kettő egyvelege, illetve átlaga az még jobb eredményt hoz neki, és így a kettő együtt azért szólhat majd egy nagyot. De nyilván itt az, hogy mi az elvárás, meg mi a vágy, az nem mindig találkozik. Uh-huh. Én mégis azt gondolom, hogy lassan azért ér oda ez a válogatott, hogy igenis lehet róla úgy beszélni, hogy ott van Európa legjobb 8-10 csapata között. Németország az 5. helyen végzett. Hogy látjátok az ő helyzetüket? Most ugye két mérkőzést is megnyertek. És elég biztató játékkal volt szerencsém mind a két mérkőzést megnézni. Megmondom, hogy szerintem kicsit én ilyen német szurkoló is vagyok. Úgyhogy kimondottan jó futballt játszottak, főleg a franciák elleni második fél idő. Itt azért közrejátszik az is, hogy a Toni Kroos ugye visszakerült a válogatottba, tehát ott a középpályán ott azért minőségben nagyon sokat javult a válogatottjuk. Hát ugye otthon fogják játszani a mérkőzéseiket, ami... Ha már a szurkolótábort említetted, akkor valószínűleg ez nekik is segítség. Megint egy plusz előny. Úgyhogy szerintem a németekkel kell számolni a végelszámolásba is. Nekem visszatérve a csoportra, egy kicsit a skót csapat ilyen fekete lónak tűnik. Nekik egy kicsivel másabb a stílusuk, mint a másik három csapatnak. Ez a szigetországi kicsit olyan fizikálisabb erőfocit játszanak. Azért az veszélyes tud lenni. Illetve Svájc is azért szinte az összes Európa-bajnokságon ott van és szerepelnek. Ott azért több nációból van a válogatottjuk, de ők is egy jó minőséget képviselnek. De azt gondolom, hogy a válogatott már bizonyította, hogy akár a korábbi Európa-bajnokságon is, hogy komoly válogatottak ellen is fel tudja venni a versenyt. Kiegyensúlyozott csoportba kerültünk, az egészen biztos. Illetve ugye a cikkben vagy a hírben, ugye azt most nem olvastuk föl, de azért olyan válogatottakat előztünk meg, mint a horvátok, vagy az olaszok, vagy a belgák, ami egy szempontból, még egyszer mondom, hogy akár ez a nyolcadik hely is, én azt gondolom, hogy az elmúlt időszaknak az eredménye, és egy picit most ennek örülhetünk, és ezért tettek minket egy ilyen polcra, meg egy ilyen asztalra. A másik része viszont ennek, hogyha tényleg azt nézzük, hogy a horvátokat, az olaszokat, a belgákat most mögénk sorolják, akkor azért én azt gondolom, hogy egy picit ébren kell lennünk.
A csoportban pedig, ami az ellenfeleket illeti, én azt gondolom, hogy amit az elején is mondtam, hogy egy kiegyensúlyozott csoportba kerültünk, és én szerintem nekünk még jót is tesz az, hogy mondjuk a házigazdák azok a mi csoportunkban vannak, akár hogyha az érdeklődést, akár a mérje érdeklődést, akár pedig azt a mentális pluszt, amit mondjuk adhat a játékosoknak, hogy a házigazda otthonában, a házigazda országában, úgy, hogy az előző időszakban mi a németekkel azért játszottunk mostanában egy-két kimondottan olyan mérkőzést, ami hangulatában is és szakmaiságában is a mi részünkről abszolút jól sült el. A másik két csapat, illetve két válogatott pedig, amit itt az előttem hozzászólók is elmondták, olyan stádiumban és olyan fázisban van, hogy bárkivel tudunk olyan éles mérkőzést játszani, ami billenhet a mi oldalunkra. Szerintem ami fontos, hogy ezt ne kötelezőnek vegyük, hanem éljük meg minden pillanatát, és örüljünk annak, hogy egy ilyen sorozatból és egy ilyen időszakból megyünk bele ebbe az EB-be. Hát azt gondolom, hogy mindannyiunk nevében beszélhetek, hogy tényleg minden pillanatát meg kell élni, és már alig várjuk mindannyian. És hát egy terjedelmes interjúval folytatjuk, ugyanis interjút adott az NB1.hu-nak Révész Attila, aki amellett, hogy beletörődött a Kisvárda kiesésébe, elmondta, hogy a magyar futball egészét figyelembe véve mindenkinek jobb, ha nagyobb bázissal rendelkező klubok alkotják majd az élvonalat. A Szabolcsi Klub sportigazgatója egyben kívánja tartani a mostani keret jelentős részét, és támaszkodna a fiataljaira is, akik vezetik az NB3 északkeleti csoportját, mint mondja, már most olyan játékosok vannak, akik hosszú távon megalapozhatják a Kisvárda jövőjét. Révész nem szeretne úgy járni, mint a Honvéd, a számításai szerint jobban jár, ha nem megy bele olyan jogi csatározásokba, amelyekben semmi esélye nincs nyerni. Egyébként Révész Attila azt is mondta, hogy a bajnokság nekünk tavasszal kezdődik, tehát csapatától feltámadást várt. Tavasszal nem jött össze. Mit gondoltok, hogy mi lehet ennek az oka? Hát nagyon nem jött össze, sajnos a Kisvárda. Nyilván még matematikailag nem, de jó eséllyel azt mondhatni, hogy 95% eséllyel búcsúzik az élvonaltól. Kedvelem az Attilát, de amit itt elmondott, nagyon sok része nekem nem túl szimpatikus. Melyik része nem szimpatikus? Hát az, hogy a Kisvárda szeretné a külföldjét megtartani jogi csatározásokban, mivel voltam ebben a pozícióban, sőt, Vasassal ki is estünk, úgymond, és volt külföldi játékosunk, tehát tapasztalatban mondom, egy jól megkötött szerződést egy ilyen esetben könnyen fölbontható lenne, nyilván elővigyázatosság kellett volna, ami nekem ebbe ez a része nem ül, hogy úgy mondjam. Tehát azt gondolod, hogy el kellene engedni a külföldieket? Hát nyilván, hogyha a szerződés nem rendelkezik arról, hogy mi van akkor, ha kiesik a csapat, akkor persze lehet úgy járni, mint a Honvéd, de ezek szerint a Honvédnál is annak idején nem voltak jó megkötve ezek a szerződések. Én büszke vagyok arra, hogy minden külföldi játékost minden jogkövetkezmény nélkül annak idején el tudtam engedni. Szerintem ez vezetői melléfogás volt, és ezt bátran merem itt is mondani. Az a része nagyon szimpatikus, ha a magyar fiatalokra épít, amennyire magyar fiatalok vannak ott az NB3-ban Kisvárdán. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy ugye az NB3-os csapat is azért jó részt külföldiekből, illetve külhoni játékosokból áll, nyilván itt a földrajzi adottságokat tekintve, és azért a Kisvárda évek óta ezt próbálja ugye kiaknázni ott a lehetőségeket, de nyilván ez a része, ez nekem, mint volt vezetőedző, nincs annyira közel, mint akármikinek, hogy ugye hogy kötik a szerződéseket, illetve hogy történnek ezek a szerződésbontásos dolgok. Szerintem se a legideálisabb nyilván, hogy egy NB2-es csapatnál is még ilyen nagy létszámban legyenek a külföldi játékosok, de nyilván ez a klub adott, vagy az adott klubnak a döntése, és nekik kell ezt meghatározni, illetve az utat járni. Ugye volt, azt hiszem, az is elhangzott az Attila szájából, hogy azért sem akar elengedni a keret nagy részét, hogy ne kelljen építkezni, ne kelljen játékosokat hozni.
és talán az is volt egy ilyen félmondat, hogy, hogy nagyon drágák lettek a magyar játékosok még NB2-es szinten is. Nyilván több tényezőből áll ez össze, de most egy picit inkább azt mondom, hogy az furcsa, hogy ez így 7-8 fordulóval a bajnokság vége előtt jön ki ez a nyilatkozat, tehát azért még itt van elég sok mérkőzés. Igen, 8 körrel a vége előtt gyakorlatilag már elkönyvelt a kérdés. Még elég sok mérkőzés van, és nyilván vannak ellenfelek, akik akár pozitív, akár negatív értelemben számítanak a Kisvárdára még, és azért még lehet, hogy ez csak egy ilyen, egy olyan nyilatkozat, ami még egy picit vegyük le a terhet a csapatról. Talán. Ezt gondoljátok? Nem tudom, én megmondom, hogy szerettem a nyilatkozatait olvasni, egy elég megosztó személyiség a maga szókimondó stílusával. És ugye volt ősszel is, azt hiszem az őszi szezon végén egy hosszabb interjú vele, amikor mondja, hogy ugye, hogy tavasszal kezdődik a neki igen, magyar bajnokság. Igen, ezt még tavaly mondta, hogy nekik akkor tavasszal kezdődik. Így van. Meg most és volt, most friss a vége előtt 8 körre emelt, gyakorlatilag elkönyvelte a kiesést. Nem akarok ítélkezni, mert nincs igazából tapasztalatom sem, mint sportigazgató, vagy edző, vagy ügyvezető. De az biztos, hogy azért Révész Attila által a Kisvárd az elmúlt években egy masszív NB1-es csapat volt. Nem hiszem, hogy sokan szerettek hozzájuk menni bajnoki mérkőzésre, és nem csak azért, mert nagyon messze van, hanem egy kimondottan erős csapat, egy karakteres csapat. Ugye 2 évvel ezelőtt második helyen végeztek, nemzetközi porondon megszorongattak egy Moldét, tehát és én játszottam NB2-ben még Kisvárdán, tehát a infrastruktúra is azért ég és föld, tehát nagyon, nagyon szép klubot építettek föl. Hát igen, az idei szezon az csalódás, főleg azért, mert az interjúban el is mondja, hogy olyan 90%-a ugyanaz a csapat, mint ami volt az elmúlt évben, vagy 2 évvel ezelőtt. Ugye itt picit nekem vannak ellenmondások az interjúban, főleg a 2 interjút veszem alapul, illetve az, hogy egy picit a felelősséget áthárítja, talán ugye itt a fiatalok és a fiatal szabály betartása miatt. De még egyszer mondom... Ez jelentetett akkor a problémát, hogy akkor... Hát van ellenpélda is, mert valakinek valaki meg tudja oldani, vannak olyan klubok, akik meg tudják oldani. Ő most ebben látta a legnagyobb problémát. Hát ez sajnálatos, de hát van ilyen. És a szerencsétlenség az, hogy talán 1 év vagy 2 év múlva már csak egy csapat esik ki, és mondjuk lehet, hogy könnyebben be lehet maradni, könnyebben hozzá lehet nyúlni a fiatalokhoz. Ez most egy ilyen év volt, ugye sok edzőt is váltottak Kisvárdán. Biztos vagyok benne, hogy nem egy könnyű közeg, nem egy könnyű közeg a keze alatt is dolgozni, ott azért a munkakörök egy kicsit úgy összemosódnak szerintem ott a keze alatt, úgyhogy hát ez ilyen. És játékos szempontból, hogy mondjuk már 8 körrel a vége előtt kijelentik, hogy hát az nem kiesés. Igen, az nem fest jól, hogyha az miatt van, hogy a terhet egy kicsit levenni a játékosokra, az egy jó megoldás lehet. Mourinho szokott ilyeneket csinálni például. Meg ugye volt egy kijelentés, hogy ő nem fog NB2-es meccsekre járni, az meg ugye nem csak ugye a csapat felé is, de már a szurkolók felé is egy kicsit olyan rossz visszhangja van, tehát nem biztos, hogy ez most ez ilyen jókor jött ez. És annak fényében, hogy sokan szeretnének is maradni, mert ugye azt is nyilatkozta, hogy sok játékosa már tárgyalt, tehát ilyenkor azért miből lehet motivációt meríteni? Még egyrészt erre az idényre nézve, másrészt a jövőre nézve. Hát erre az idén nem tudom, ugye itt beszél a fiatal bázisról, hogy megvan az utánpótlás bázis, meg lesz biztos az NB2-re is, hogy azok a célkitűzések, célok elérése, ami egy NB2-be akár visszajutni minél hamarabb. Ugye ő azt mondja, hogy a fiatalokkal közösen majd ezt újra felépíteni. Hát bízunk benne olyan fiatalokkal, akik a magyar futballt szolgálják majd későbbiekben. És hát a Honvéddel példálózott, ehhez mit szóltak? Én nem szeretnék semmilyen összefüggést vonni a két csapat között, mert szerintem nem vagyunk tisztában egyik csapatnak sem a jogi, sem a gazdasági lehetőségeivel és következményeivel.
Az biztos, hogy az idő fogja eldönteni akár rövid távon, hogyha most nézzük ezt a 8 fordulót, hogy ez a játékosokat mennyire szabadítja föl, és mennyi pluszt adhat nekik mondjuk az esélytelenségnek, úgymond, ha így veszük a nyugalma. A másik része pedig, hogy a következő időszakban, vagy akár, hogyha adott esetben a másodosztályban indul a klub, ez mennyire már egy jól elindult és tudatos tervezés, az pedig majd a következő szezon fogja megadni erre a választ. Én szerintem, hogyha a pozitívumokat kell nézni akár a magyar futballt illetően, és szerintem az egy fontos szempont, akkor az mindenképpen jó, hogyha ha egy olyan keretet akarnak kialakítani, ahol fognak tudni játszani azok a tehetséget, akik ott a szűkebb régióban vagy a csapatnál tényleg úgymond a legtehetségesebbek közé valók. A másik része pedig ennek, hogy azért a Kisvárdának azt gondolom, hogy ha mondjuk a Révész úr úgy nyilatkozott, hogy már másodosztályra készülnek, azért a másodosztályra van egy elég erős magyar magjuk itt azért. Ha a Körmendi Kevint, a Kölcsönben lévő Cékust nézem, a Szelesimit nézem, Kovács Marcit nézem a kapuba, a Lukász mondjuk honosítóban. Ötvös. Tehát én azt gondolom, hogy van annyi Balog Norbi, van annyi magyar játékosuk és olyan minőségi magyar játékosuk, akik egy jó vázat fognak tudni adni nekik mondjuk a későbbiekben. Illetve ami én nekem egy picit játékos szempontból, és hangsúlyozom, hogy nem látok bele a kártyákba, pozitív, hogy azok a játékosok, akik kvázi nem tudtak jól szerepelni az első osztályban, azok elhivatottnak és elkötelezettnek érzik magukat, hogy oké, akkor én most maradok, oké, akkor én most szeretném visszajutatni a csapatot az első osztályba, én szeretnék segíteni a fiataloknak abban, hogy könnyebben beilleszkedjenek. Amennyiben ez így van, én azt gondolom, hogy ez egy pozitív dolog, és már picit előre mutatja azt, hogy lehet tervezni a következő időszakot. Az, hogy ez mennyiben van így, az pedig csak azok tudják, akik ott vannak. Egy kicsit nyugodtabb lesz egyébként a következő évben az edző helyzete, hiszen ha Révész úr nem megy a mérkőzésekre, akkor ugye azért... Gondolod? Nyilván ez nem így lesz. Ez a vicc része, de egyébként mondjuk azt ugye volt talán a nyilatkozatból is elhangzott, hogy borzasztó az MB2 színvonala, vagy valami hasonló. Igen. Nem akarom a pályákat pontosan. Is kritizálta. Tehát, hogy nyilván azért ez szerintem minden országban így van, tehát, hogy nem lehet elvárni, hogy a másodosztály színvonala az első osztályt elérje, de én ezt azért így nem gondolnám viszont, hogy ennyire rossz lenne a helyzet. Nyilván kisebb a színvonal, vagy alacsonyabb a színvonal, nyilván infrastruktúrában is vannak olyan csapatok, akik el vannak maradva, de azt gondolom, hogy azért a mostani másodosztály mezőnye, és mondjuk az a másodosztályú mezőny, amiben még a Kisvárdótól erre szerepelt, azért, ha infrastruktúrát tekintem, a szűzésvíz. Tehát, hogy most már azért másodosztályban is olyan létesítmények vannak, hál' Istennek, hogy tényleg azért az sok európai országban megirigyelnék, még akár első osztályú szinten is, a környező országból biztos. Úgyhogy ez a rész szerintem másodosztály szempontjából egy nagyon nagy fordulat az elmúlt években, és én azt gondolom, hogy azért a színvonalat tekintve is igenis vannak komoly minőségű mérkőzések, és vannak komoly minőségű csapatok, és vannak komoly minőséggel rendelkező, vagy minőségi játékosokkal rendelkező keretek is, úgyhogy de az se egy egyszerű bajnokság, tehát azért ezt látjuk a nagymúltú csapatoknál, akár a Honvéd, akár a Vasas évekig, ugye, hogy akár a Diózsiának is volt ugye olyan időszak, amikor igenis szenvedős volt a visszajutásnak még a lehetősége is, vagy akár most az Isten vezető Nyíregyháza, aki évek óta mindig kitűzte azt, hogy szeretné visszakerülni, és nem tud oda kerülni, és szinte az ötbe se, hogy nem egy egyszerű dolog ezt megugrani. Nyilván egy más jellegű futball kell ott, más szakmai dolgok kerülnek előtérbe, de biztos vagyok benne, hogy mindenki, aki vissza akar jutni, vagy aki fel akar jutni, az szenvedni fog, főleg, hogyha a Gabi is említette, hogy ugye változik a rendszer, és esetleg csak egy csapat fog automatikusan feljutni, akkor pláne nagyon nehéz dolga lesz a másodosztály csapatoknak. És ha már említetted a Nyíregyházát, mit gondoltok, hogy a Nyíregyháza mellett ki fog még feljutni? Győr, Vasas? Hát most éppen a Győr van a második helyen,
Nekem búzat teszem, nekem a Győr törekvése sem szimpatikus ebbe az MB2-be Telekülfülivel, sőt tovább megyek. Nekem igazából nem is tetszik a játékuk. Elnézést, nem akarok én megbántani sem edzőt, sem klubot, de ezt a játékszínvonalat el lehetett volna érni magyar srácokkal is, szent meggyőződésem, és visszatérve a Kisvárdának a törekvése sem szimpatikus, hogyha megtartja a külföldeit. MB2-ben magyaroknak kell játszani, szent meggyőződésem, még akkor is, ha ilyen nemes célok vannak. Ilyen szempontból nem csak azért, mert elég hosszú időt töltöttem a Vasasnál, a Vasasnak szurkolok, hogy a Vasas jusson fel. Feljutás szempontjából ti hogy látjátok Nyíregyháza mellett? Én nem mondhatok más, mivel apósom óriási Vasas szurkoló, hogy bízom a Vasasba, illetve a Gerazdoli személye miatt, ugye csapattársak is voltunk, úgyhogy én nekik szurkolok, hogy ők jussanak fel. Én tippelésekben én sem szeretnék belemenni, inkább személyes kötődések vannak, és személyes kötődés tudnék, miatt tudnék most csapatot vagy csapatokat mondani. Ugye a Gerazoli miatt, a Csizmadia Csaba miatt nekem is inkább a Vasasán egy picit úgymond hozzám közelebb, hogyha már ebből a két-három csapatból kell választani, illetve ott vannak olyan játékosok, akivel az ember úgy tartja a kapcsolatot, vagy adott esetben korábban dolgozott együtt, de nem szeretnék belemenni tippelgetésekbe, mert azért még ahhoz sok van hátra. És a Nyíregyházához kapcsolódva azért hétvégén volt egy egészen érdekes eset is, Nagy Dominiknak a 2,4 másodperces gólját, láttátok? Igen, abszolút. És mit szóltok? Hát, azért ez kell bátorság. Hát inkább azt mondom, hogy ez kvalitás kell, hogy valaki ezt felismerjen. Bátornak lehet lenni, de odáig is kell tudni rúgni. Tehát akkor lehet, hogy gyakorolni is szokta. Vannak egyébként ilyen edzés gyakorlatok, vagy inkább ilyen levezető gyakorlatok, hogy egy fél pályára a kapufával lehet bemennek, hasonló dolgok, és azért ott is nagyon nehezen jön össze, hogy ilyen gólok vagy kapufák szülessenek, de nyilván ez egy extra volt. Tehát azért én megmondom őszintén, ilyet nem tudom, hogy az elmúlt években valaki rúgott-e. Talán ez még régebben jobban benne volt így a játékosokban, ez a vagányság és ez a fajta dolog, hogy ez a csibészség, hogy az, ilyen, az, is ilyen, kell. Az ilyen dolgok is előjöjjenek. Szerintem ha lejjebb megyünk így az osztályokba, megyei bajnokságokba, ott még megvan, mert ugye ott nyilván a tét miatt, vagy a tét nem olyan magas tét miatt is ez hamarabb előfordulhat. Nagyon gyönyörű volt, tehát hogy azt gondolom, hogy tényleg egy klasszis megoldás volt, és nyilván amikor ilyen gólt rúg valaki a második, harmadik másodpercben, azért az rányomja a bélyegét a mérkőzésre, akár a szerzett oldalon a gólszerző csapatot illetően, akár a kapott gólt illetően, azért így kezdeni. Tehát ott minden taktika felborul. Ez megadja az alaphangulatot. Hát ott minden taktika felborul, tehát hogy erre azért senki nem készül, hogy a középkezdő is védekezzük ki. Szerintem legalábbis én ilyen taktikán én nem ültem. És hát, hogyha ilyen gólok születnek az MB2-ben, akkor talán mégsem olyan borzalmas. Hogy látjátok egyébként az MB2-t? Én rácsatlakoznék amúgy a Gabihoz, tehát hogy bármelyik országnak a másodosztályú bajnokságát nézzük, az mindig gyengébb lesz, mint az első osztályú, azért az a másodosztály. Viszont, hogyha párhuzamot kell vonni mondjuk a 5-10 évvel ezelőtti másodosztály és a mostani másodosztály között, akkor azt gondolom, hogy ha másban nem is, de játékfelfogásban, még úgy is, hogy ez egy fizikális és azért egy ilyen szempontból az erőre építő bajnokság, azért én azt gondolom, hogy felfogásában nagy a különbség, vagy nagy a változás, mint mondjuk volt 5-6-10 évvel ezelőtt. Itt azért most már vannak olyan csapatok, akik jó körülmények között vannak, olyan csapatok, akik jó felfogás és jó gondolatok mentén szeretnének futballozni. Természetesen persze mindig az változó, hogy ebből mennyit tudsz megmutatni a pályán, vagy mennyit hagy ebből az ellenfél érvényesülni, de igenis vannak olyan csapatok, akik akarnak labdát kihozni, akik akarnak focizni, akik akarnak magasan pressingelni, akik akarnak labdával dominálni és ráöltetni úgymond az akaratukat az ellenfélre. Ilyen szempontból én szerintem van változás. És természetesen igen, van egy másik fele is ennek, hogy ez nem mindig és nem mindenkinél jön össze, nem mindenkinél ez a felfogás, de több csapatnál. És igen, tehát mivel másodosztályról beszélünk, az nem az első osztály, tehát a színvonal, én azt gondolom, hogy valahol ilyen szempontban predesztinálva, hogy nem lehet ugyanaz.
Én igazából ugye Soroksáron töltöttem az utolsó évemet MB2-be, tehát saját bőrömön tapasztaltam azt a infrastruktúrális változást is, ami úgy végbe ment az MB2-nél, tehát egyre több csapatnak van rendben a stadion, a körülmények, illetve most már egyre több csapatnak MB1-es ilyen partner kapcsolatai vannak, ugye a Soroksár ilyen a Ferencvárosa. Tehát nálunk minden évben kerülnek hozzánk olyan fiatal Fradi játékosok, akikben igenis komoly potenciál van. Ez az idei szezonban is így van. Csak Tóth Alit tudnám említeni, aki középpályán, vagy az Étényt, aki a utánpótlás válogatott játékos, és most a Soroksár egyik húzó embere. Tehát olyan játékosok tudnak játszani MB2-ben, akikben igenis van minőség. Meg azért az ugye a fiók csapat, ugye a második csapatokban, az MB1-es csapatoknak a második csapatai ugye MB3-ban játszanak. Tehát az MB3 és az MB2 között is nagyon nagy különbség van. És jó, hogyha ezek a fiatal játékosok tudnak MB2-be megedződni, fejlődni, hogy később az MB1-es szintet is el tudják érni. Nekem még csak annyi, hogy én annak örülnék jobban egyébként, hogyha a másosztályú mezőny az még fiatalabb lenne, és még több fiatal játékos. Ugye most itt mehet, amiki még ezt jobban alá tudja támasztani, hogy ugye egy belga másosztályú bajnokság az szinte csak arról szól, hogy a fiatalok, és nagyon fiatalok szerepet kapjanak. Egy profiligába már. Nekem volt szerencsém dolgozni a szlovén másodosztályba. Hát, ha itt azt mondjuk, hogy borzasztó a dolog, akkor ott nem tudom, hogy ott milyen jelzőket lehetne használni, pláne az infrastruktúrára, de például ott is a legtöbb csapatnál az a törekvés, hogy a fiatal játékosoknak teret adjanak, és amit a Gabi is említett, hogy egyfajta kapcsolatot alakítanak ki, akár azonos országbeli profiklubbal, akár egy másik ország profi csapatával, és azonnan kölcsönvett játékosok, vagy azonnan kapott játékosoknak teret adjanak, lehetőséget adjanak. Hozzáteszem, sokkal kisebb büdzséből kell így gazdálkodniuk, sokkal kevesebb költségeik vannak, és azért a színvonal pedig nem biztos, hogy emiatt romlik, vagy emiatt kevésbé lenne nézhető. Úgyhogy talán én ezt hiányom még egy picit, hogy több, még több fiatal kapjon ott teret, és ne feltétlenül az első osztályban legyen meg ez a fiatal, bár nem szabály, mint ahogy sokan említik, hanem ez a lehetőség hogy valaki pénzhez jusson, még több pénzhez, hanem a másodosztályba kerüljenek ezek a tehetséges játékosok, akik még ezek szerint nem ütik meg az NB1-es színvonalat, ahogy a nyilatkozatból is visszatérve nyilatkozatra lehet következtetni. Nem ütik meg az NB1-es színvonalat, azt mondod, viszont van ezt nagyon nem sok mondom. Bocsánat, igen, ezt említed, a fiatalok útja viszont a felnőtt válogatottságig is egy nagyon érdekes kérdés, ugyanis túl van első két idei mérkőzésén a magyar válogatott, a Rossi csapat ajtaján kopogtatók közül Vancsó Zalán és Balogh Botond voltak azok, akik ezúttal lehetőséget kaptak, és bemutatkozott Dárdai Márton is a magyar szurkolóknak. A Szélesi Zoltán vezette U21-esek is nyertek a moldávok elleni felkészülési meccsen, és a kazaksztáni EB-selejtezőn. Nézzünk rá egy picit a magyar fiatalok lehetőségeire a válogatott szempontjából. Mit gondoltok, hogy milyen utak vezethetnek a magyar felnőtt csapatig, és hát először Miklós, téged egy picit szólítanának meg. Válaszolnék, csak egy csomó dolog bennem maradt, hogy egyrészt az Attila szerintem elkeseredettségében nyilatkozta ezt, kicsit leminősítve mind a másodosztály színvonalát, meg a körülményeit. Egyébként meg ez nem egy akarom, nem akarom kérdése, ha kiesnek, akkor ott kell játszani. Ennyit akartam csak a Gabira visszatérve a fiatalok szerepeltetésére, az előző mondanomat azzal fejeztem be, hogy az MB2-ben a magyarok játszanak. Annyival egészítem, hogy ha lehet, magyar fiatalok játszanak, mert Belgiumban is valóban nagyon pontos és precíz a Gábor ebből a szempontból is, hogy 2007-2008-as születésűek is játszanak már a belga kettőben, tehát a fiam a maga 2004-es életkorával már nem is számít annyira fiatalnak abban a ligában, úgyhogy követendő példa, ott is a belga másodosztályban a stadionok mások. A focira való törekvés megvan, legfeljebb nem olyan színvonalon, mint az első osztályban. És akkor az eredeti kérdésre, hát
Ugye nyilván örülök, hogy a Zalán fiam újra a válogatott keret tagja lett, még ha csak néhány percet kapott most is, szerintem ez is nagyon-nagyon nagy dolog, és mondtam is neki, hogy... Mennyire motiváló ez számára, akár mondjuk az EB-t tekintve? Az első pillanattól kezdve, amikor Belgiumba került, ugye akkor nagyon fiatalon, 17 évesen Marco Rossi behívta, akkor is mondtam neki, hogy ez nem a teljesítményednek szól, hanem a tehetséged szintjének szól, hogy nagyon tehetséges vagy, ezért biztatásnak kaptál egy válogatottságot. Egy megelőlegzett bizalom? Igen, viszont az elmúlt másfél évben nagyon sokat melózott azért, hogy most már nem a tehetség szintjének megfelelően kapjon válogatott meghívót, hanem a teljesítmény szintjének, és ehhez külön gratuláltam neki, hogy most teljesítményével érte el, hogy újra kapott néhány percet, ezt nagyon-nagyon meg kell becsülni, mert ez most egy olyan válogatott, aminek jó még néhány percre is a tagjának lenni, sőt az is jó, hogyha a keret tagja vagy, úgyhogy büszkeség, ez nekünk jó példakép, a Zalán jó hírnevét viszi Belgiumba a magyar focinak, és ez a legfontosabb. Hogy érzi magát egyébként Belgiumban? Nagyon jól érzi magát, nagyon röviden csak így tudom jellemezni, Lommel egy kisváros, egy ilyen 35 ezeres kisváros a holland határnál, most azt hiszem már lassan 20 éve, hogy nem voltak első osztályba, és most per pillanat is feljutó helyen vannak, annak erre, hogy hétvégén sajnos kikaptak. Nagyon, nagyon várja a város, hogy újra első osztályú legyen a csapat, és most 3 meccs van vissza, a direkt feljutás elérhető, úgyhogy ebből a szempontból is van egy jó komfortérzése, sikeres év, úgy tűnik most már mondhatni, hogy sikeres év lesz mögötte, úgyhogy minden kerek. És a folytatás? Azt látjátok már, hogy marad esetleg a feljutás esetén, vagy nem csak a mi döntésünk, szívesen, hogyha első osztályba kerül a csapat, akkor szerintem a belga első osztály az 19 éves korára, ha ott nyilván tudna játszani, akkor a szenzációs dolog lenne, de ez nem csak a mi döntésünk. Lommel is egy csoportnak a tagja, amely csoportnak van még 10-valahány csapata, belül mozgatják a srácokat. Azt a hírt kaptuk, hogy Zalán nem fog a Lommelben maradni, akkor sem, ha feljutnak, akkor sem, ha nem. És ehhez ő mit szól? Hát mondjuk nyilván a lehetőségek eldöntik, hogy mennyire lesz ettől boldog, vagy nem, de az előrelépés az mindenképpen meg kell, hogy történjen, és úgy érzem, meg is fog történni. És az előrelépés az, hogy most a belga első osztályú Lommel lesz, akár egy másik belga első osztályú csapat, vagy holland, vagy spanyol, vagy német, ezt most nem tudjuk megmondani. Hogy látod a fiatalok helyzetét a válogatottban? Vagy milyen utak vezethetnek? Akár mondjuk van egy ilyen út, hogy külföldön pallérozódik egy tehetség, vagy mondjuk az NB1-ben? Hát ugye erre is volt ilyen és olyan példa is. Ugye az Zalán esete az egyik, hogy ő külföldre kikerült nagyon fiatalon. De hát ugye előtte is azért ő NB1-ben már szerepet kapott, tehát hogy igazából az ő útja is NB1-ből vezetett külföldre, illetve van olyan út, akik nagyon fiatalon kikerülnek még a felnőtt bemutatkozásuk előtt bőven külföldre, és egyre több ilyen példa van talán, hogy akár komolyabb szintre is el tud jutni magyar fiatal is. És ugye annak is megint csak van két lehetősége, illetve láttuk azt, hogy több olyan út is volt, amikor hazakerültek, és nem feltétlen azt a karriert hozották be komoly utánpótlás válogatott mérkőzés számmal rendelkező játékosok, vagy ott komoly szintet képviselő játékosok, amit esetleg várt tőlük a közvélemény, vagy a szakma. Illetve ugye akik itthon maradnak NB1-ben, a magyar bajnokságban, és innen próbálják meg kiharcolni a helyüket. De nyilván azért, akik kikerülnek külföldre, ők mindig komolyabb minőséget képviselnek, főleg, hogyha ott be is tudnak mutatkozni a felnőtt bajnokságukba. Ugye most megnézzük a Kerkez Milost, ő is 2003-as születésű, és azért játszik már a Premier League-be. Tehát még őt is abszolút lehet sorolni a fiatal játékosok közé, de én még ide sorolnám a Horváth Krisztofert is, aki ugye 2002-es születésével szintén egy hasonló utat jár be, de mégis azért az övé egy kicsit ettől eltér, hiszen ő
Olaszországban még nem tudott olyan lehetőséget kapni, hogy bebizonyítsa azt, hogy milyen tehetséggel bír és milyen kvalitásokkal rendelkezik, viszont a magyar NB1-ből azt gondolom, hogy kimagaslik játéktudása alapján, és neki is ugye esélye van arra, hogy ott legyen az EB keretben. De sorolhatnánk azért az U21-es csapatból is elég sok játékost, akik most már egyre több lehetőséget kapnak, akár a hazai, akár a külföldi csapataikban. És ugye itt az U21-es csapatkapitányt, hogyha megemlítjük a Katomisit, ugye ő viszont a magyar bajnokságban, vagy magyar bajnokságból vívta ki azt a lehetőséget, hogy oda kerüljön a válogatott bő, illetve szűk keretébe, és be is mutatkozzon a magyar a felnőtt válogatottban is. Úgyhogy nincs erre recept szerintem, erre sem a futballban, és itt is azért akár a játékosok személyiségét meg kell vizsgálni, hogy mindenkik a jobb, hogy itthon maradnak, és egy olyan családi környezetben tudnak továbbfejlődni, és még nagyobbat fejlődni, hogy utána később komoly karriert fussanak be, vagy az apuka tanuljon meg vasalni, főzni, és költözzön ki a kiskorú gyerekkel azért, mert ott kell lenni. Ez azért kell egy komoly szülői háttér, és itt szerintem a Mikieknek óriási köszönet jár akár a magyar futballt tekintve, vagy futballban dolgozókat tekintve is, hogy ők ezt így egyengetik, ezt a pályafutást. Én amondó vagyok mindig, hogy azért minél tovább maradjon a szülő mellett a gyerek, nyilván ameddig ez lehetséges, de mondom... Legalábbis országhatáron belül. Akár kívül is, ugye arra is van példa, ha erre van lehetőség, de nyilván itt azért családi lehetőségeket, háttereket tekintve ez eltér. A lényeg az, hogy legyen minél több tehetséges játékosunk, és minél többen tudjanak oda kerülni. Én azt látom, hogy azért van is utánpótlás, és sokszor itt még egy mondat, és utána átadom a szót, hogy sokszor itt úgy ítélnek meg tehetségeket, vagy úgy ítélnek meg korosztályokat, hogy teljesít a nemzeti csapat U17-be, vagy U19-be. Azért külföldön nem ez a mérvadó, és szerintem nálunk se az kell, hogy legyen a mérvadó. Sajnos nálunk az utánpótlás bajnokságban is így tekintenek, hogy egy csapat, ha első, akkor ott nagyon jó munka folyik. Én azt gondolom, hogy tehetségeket kell nevelni, és egyéneket kell nevelni, akár utánpótlás klubszinten is, és utánpótlás válogatott szinten is, és kell fókuszálni azokra a játékosokra, akik majd tudnak húzó emberek lenni a felnőtt szintű csapatokba. Hogyha most megnézzük a 2000-es korosztályt, azért ott is csapatszinten nem biztos, hogy top szintre eljutott a válogatott. Volt ugye ott egy sikeres hazai szereplés még, de viszont az a válogatottnak két komoly meghatározó játékost minimum eddig adott az a korosztály. Beszélhetünk akár, ha már a tehetségeket említed, mondjuk Gruber Zsomborról, vagy például Lisztes Krisztiánról, igen. Az a beszél. Igen, és tehát a Gábor elmondta, hogy milyen úton lehet ide eljutni, de ami fontos, hogy ezek a játékosok a magyar labdarúgás jó hírét is viszik. Tehát itt beszéltünk a Német Hunorról, ugye kint Dániába most írt alá profi szerződést, de ugye a Zalánnak is nagyon jó megítélése van Belgiumban. Úgyhogy ez mind nagyon fontos, és hogyha a magyar válogatottat veszem, tehát ha most megnézzük a magyar válogatott magja, még bőven a 20-as évei közepén van, tehát ebbe a csapatba is nagyon sok van. Illetve azért látni, hogy nagyon sok fiatalabb játékos külföldön játszik, például a Balogh Boti ugye Pármába, a feljutásért küzdő Pármának az egyik meghatározó játékosa. Úgyhogy a spanyol első osztályban ugye játszik a belső védősrác, aki most bemutatkozott a 21-ben? Jakob is 21-ben. Tehát hála Istennek van utánpótlás, vannak jó minőségű tehetséges játékosaink, úgyhogy én pozitívan látom a magyar válogatott jövőjét. Mosolyogva hallgattam a többieket, mert ez akár a hír, akár itt a körülöttem lévőknek a megfogalmazása, az egy picit nekem ilyen szívet melengető is volt, mert itt most felsoroltunk egy csomó olyan játékost, akik azt gondolom, hogy a következő időszakban szerves részei lesznek a felnőtt válogatottnak. Nagy vonalakban gyakorlatilag az összessel volt szerencsém együtt dolgozni, és hogyha
ha azt a kérdést akarjuk megválaszolni, hogy milyen utak lehetségesek, akkor szerintem gyakorlatilag mindegyikre kaptunk választ. Én Balogh Botival, Kata Misivel, Vancsa Zalánnal, Jakobasvili Antiékkal hosszú-hosszú éveket dolgoztam együtt, és mindegyik más utat járt be. Ugye Boti, ő az utánpótlásban nevelkedett itthon, majd aztán kikerült Olaszországba az utánpótlásba, és aztán került be a felnőtt válogatottba. Ugye a Zalán az itthoni utánpótlás után itt bemutatkozott a felnőtt csapatba is, és úgy került ki külföldre, és aztán a felnőtt válogatottba. Kata Misi az, aki akár az NB1-ben, akár általunk is említett NB2-ben az előző években azért folyamatosan játék lehetőséghez jutott, és így tudta felhívni magára a figyelmet. Vagy pedig, hogyha a Jakobasvili Antiról vagy az Áronról beszélek, ugye az Antinak a tesója kint véd Barcelonában, La Masia-n. Ők pedig picit korábban, de szintén a magyar utánpótlásból kerültek ki, és ők már inkább mondhatjuk azt, hogy kint szocializálódtak és töltötték úgymond az utánpótlás koruknak a jelentős részét. Tehát, hogy mindegyikre van megoldás, és ezért is fontos ez, amiről szerintem mi itt az előző témánál is beszéltünk, hogy most a felnőtt válogatottban alapvetően vannak ilyen játékosok, akik külföldön vannak, és külföldről most haza tudnak jönni, viszont ezek között a játékosok között is vannak olyanok, akik 2-3 évvel ezelőtt adott esetben az NB2-ben futballoztak, és én egy picit itt erősítem meg azt, amit a Mikiék és a Gabiék mondtak, hogy a mostani magyar másodosztályban is jelen pillanatban azt gondolom, hogy több olyan játékos van, akiről most lehet, hogy még nem tudunk, vagy nevetünk. Én azt gondolom, hogy mi, akik követjük a másodosztálynak a küzdelmeit, azért azt bátran kijelenthetjük, hogy én azt gondolom, hogy 3-5 év múlva lesz nem egy, nem kettő olyan játékos a felnőtt válogatottban, vagy annak a közelében, akik... Legalábbis kopogtatnak majd az ajtón. Így van, akik most a másodosztályban futballoznak. Persze ehhez kell majd az, hogy lépjenek egy szintet és játszanak az első osztályban, aztán, hogyha adott esetben ki tudnak menni külföldre, menjen neki külföldre. De ez egy fontos lépcsőfok, és mindenki máskor érik. Én azt gondolom, hogy az az út, amit a válogatott elkezdett, és én szerintem, akár hogyha az utánpótlás válogatottakat nézzük, és itt a Krisztián esetét, ha említjük, hogy ő például pont egy olyan játékos a Zalánnal egyetemben, aki nem feltétlenül mindig a saját utánpótlás válogatott korosztályában játszotta a mérkőzéseket, mert a szakemberek azt látták jónak, hogyha lehet, hogy a csapat nem annyira sikeres, viszont az egyénnek meg fontosabb, hogy följebb pallérozódjon, és szerintem a tehetségnevelésnek ez egy fontos mezője és lépcsőfoka, úgyhogy, és a felnőtt válogatottnál pedig én azt gondolom, hogy nagyon jó érzékkel nyúl folyamatosan Márko Rosszi és a stábja a fiatalokhoz, és nem biztos, hogy mindenki azért kerül meghívásra, mert ő játszani fog a mérkőzéseken, de szokja a környezetet, szokja a levegőt, megnézik, hogy emberileg alkalmas-e arra, hogy abba a közösségbe hogyan tud beilleszkedni. Azért, hogyha a felnőtt válogatottba hívnak be valakit, és cáfolj vagy erősítsél meg, Miki, annak a klubjában is más a rangja és a keletje és a vízhangja, mint hogyha mondjuk az U21-be vagy a 19-be hívták volna meg. Úgyhogy én szerintem ez egy ilyen two-in-one dolog, hogy nekünk igenis úgy kell is tápolni és építeni akár az utánpótlás válogatottaknál, akár a felnőtt válogatottnál a tehetségeket, hogy később aztán ők tudjanak segíteni a hazának. A fiatalok közül, akár hogyha az EB keretet tekintjük, akkor kiket látnátok szívesen? Vannak-e olyan nevek, akikre azt mondjátok, hogy odaérhetnek? Itt azt gondolom, hogy egyértelmű. Én itt most nem szólalnék meg, hát nyilván örülnék neki, de nem leszünk elkeseredve akkor sem, hogyha nem férünk be az EB keretbe. Megyünk tovább az úton, aztán szerintem eljön az idő, amikor ez majd egyértelmű válat, hogy a keretbe ott lesz a hely az Alánnak. Nem vagyunk türelmetlenek, megyünk szépen lassan. Támadót most nem mondhatunk mást. Csak az Alán. Nyilván még azért... Még mondhatok több nevet is. Még befolyásolhatja az is, hogy ugye, ahogy lehet hallani, lehet, hogy kibővítik az utazó létszámot. 23-ról 26-ra, ha jól emlékszem. Igen. Úgyhogy még az is segíthet azért a fiataloknak. Az biztos, hogy
most, aki lemarad esetleg erről az EB-ről, azért talán nem lesz olyan nagy, vagy nem kell olyan sokat várnia, mint a korábbiakban, hogy 40 évig ugye, vagy nagyon sokáig nem tud a magyar csapat világversenyen szerepelni, úgyhogy most azért a fiatalok jobb helyzetben vannak ilyen szempontból, hogy biztató a jövő is. Kiket látnánk? Hát nyilván ezt így nehéz most, mert tényleg sok olyan tehetséges játékos van, aki esetleg megérdemelné, vagy már esetleg kész is van arra, hogy ott legyen a csapattal kint Németországban. Igazából mondom, én nekem a Christopher volt az, akit így a magyar meccseket nyilván még jobban figyelve kiemelnék így a volt U21-es csapatból, és de ő már ezért inkább oda tartozik, ugye az elmúlt időszakban ő szinte mindig meg kihívót kapott az A-válogatottba. És nyilván lesznek mondani olyan játékosok, akik itt a bajnokságok hátralévő részében, hogyha olyan teljesítményt tudnak nyújtani, akkor azért várhatják azt, hogy meghívásra kerüljenek. Ugye több poszton is nagyon jól állunk, itt sorolhatnánk kapusposztot, hogy ott azért a fiatal kapusoknak most nem sok esélyük van, hiszen még a kapitánynak is nagyon nehéz dolga van kijelölni akár a három kapust is, hogy kit vigyen, nemhogy a kezdőjátékost megtalálni. Ugye ott is azért Hegyi Krisztián jól teljesít az U20-as válogatottban, és kapusposzton, itt ugye említettük, hogy van a Barcelona Akadémián kapus, van a Real Sociedadban kapus, magyar kapus tehetség, úgyhogy ott is azért nagy a tülekedés. Nagyon nagy a verseny, és sok lehetőség van. Én bízom benne, hogy a mindenkori magyar szövetségi kapitánynak ilyen nehéz feladatai lesznek, és ennél csak nehezebbek, és sok fejtörést fognak okozni a fiatalok, illetve a játékosok a keret kialakítására. Megint csak hazabeszélek, én örülnék mondjuk Lisszes Krisztiánnak természetesen, de azért lehet látni, hogy erős a keret, tehát a másik véglet, hogy szegény Botkendi most úgy néz ki, hogy nem tudott meghívót kapni az elmúlt két meccsen, pedig oszlopos tagja volt eddig a válogatottnak, szóval nem könnyű. Hogy látod, neki lesz még lehetősége a bizonyításra? Hát hosszú még az idő odáig, tehát sok bajnoki mérkőzés van hátra, azért bízunk benne, hogy nem azért fog valaki oda kerülni, mert esetleg megsérül valaki a keretből, de bízunk benne, hogy nem lesznek sérült játékosaink. Úgyhogy lehet, hogy megkapja, nem tudom ezt így most így megmondani, persze neki is nagyon szurkolok, mondom, nagyon nehéz most odaférni, mert erős keretünk van, hála Istennek. Hát, hogyha a realitás talaján maradunk, és mondjuk azt nézem, hogy az előző egy-kettő összetartáson kiket hívott be a kapitány, és amennyire lehet hazabeszélni, akkor értelemszerűen azoknak a játékosoknak örülnék, akikkel hosszabb időt tudott együtt dolgozni az ember. Ugye ők közülük a Boti és a Zalán most legutoljára megkapta a lehetőséget. A szerbek és a csehek ellen ugye a Katomisi kapta meg a lehetőséget, úgyhogy ha így privátba kell nyilatkozni, akkor értelemszerűen az ember ezeknek a srácoknak egy picit jobban szurkol, hiszen mégiscsak közel állunk úgymond egymáshoz. Szakmailag pedig természetesen nem szeretnék arra vállalkozni, hogy ilyen jóslatokba bocsátkozzam. Kapitány eddig is jól döntött, hogy ezután is jól fog. Legyen így, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Nektek pedig köszönjük a figyelmet. Ha eddig még nem tettétek, akkor kövessetek minket a Facebookon, az Instagramon, a TikTokon és a Twitteren is. Kommenteljetek sokat, és nézzétek a tartalmainkat. Sziasztok!